A gimnázium dísztermében látható Dante kiállítás adja az alapját és a hátterét annak a rendhagyó irodalom óra sorozatnak, amelyet dr. Juhász István tart a következő hetekben az iskola diákjainak. Minden alkalommal mindössze egy tanórányi idő áll rendelkezésére, hogy Dante életéről, valamint az isteni színjáték irodalmi és művészet történeti jelentőségéről beszéljen a fiataloknak. Sokkal nehezebb feladat, mint a könyvtárban, vagy a megnyitón, vagy az író-olvasó találkozón kérdezni, hiszen a fiatalokat nem hiszem, hogy meg lehetne fogni Dante idézetekkel. Ehhez még túl fiatalok, túl kevés az ismeretük a korról, de azt gondolom, hogy pont ez a kiállítás, a kiállított rengeteg képpel alkalmas arra, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen nagyszerű műről és milyen nagyszerű alkotóról van szó. Az első rendhagyó órát Vágó Sándor tizedikes magyar óráján tartották. A pedagógus elmondta, azért fontosak az ilyen előadások, mert ilyenkor alkalom nyílik arra, hogy számos érdekességet, különlegességet is megismerjenek a tanulók, valamint azért is, mert diákjaival az idei kulturális bemutatóra Dantéhoz kapcsolódó színdarabot írnak diákjaival. Modernizáljuk, aktualizáljuk Dantét. Közben persze a tiszteletet is megadjuk neki, mégiscsak halálának 705 évfordulója van idén. Takács Péter a 10. D-osztályba jár, és bár saját bevallása szerint a reál tárgyak közelebb állnak hozzá, mégis érdeklődéssel várta a mai órát, mert a színjátékban található rejtélyekre is fény derülhetett. Biztos érdekes lesz, sok olyat fogunk támogatni, amit tanáros ezek nem is tudhat. Számos érdekességet hallottunk, és ugye ez egy már régi anyag, szóval egy ismétlésnek is jó, amit az érettségén fel tudunk majd használni. Dr. Juhász István még több alkalommal is várja a gimnázium diákjait a rendhagyó irodalom órákra.